Jó estét kívánok, ez a világhíradó az ATV. Szöul és Washington is megerősítette, az elvégzett vizsgálatok alapján valóban interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt fel a hét elején Észak-Korea. A bejelentés azt is jelenti, hogy Pyongyang számára lehetővé vált, hogy amerikai területeket érjen el tömegpusztító fegyverekkel. Az Egyesült Államok kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanácsának az összehívását az ügyben, Dél-Koreával közösen pedig hadgyakorlatot kezdtek a koreai félsziget partjainál. A legutóbbi sikeresnek ítélt rakéta kísérletről tett közé felvételeket az észak-koreai állami tévécsatorna. A képsorokon látni lehetett, ahogy a lövedéket a kilövés helyszínére szállították, de a startot is bemutatták, sőt a rakétára rögzített kamerák képét is közzétették. Külföldi források köztük Washington és Szöul is megerősítette, az elemzések alapján Észak-Korea valóban interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt. Később az észak-koreai állami tévécsatorna fotókon mutatta meg, hogy a fellövést Kim Jong-un is a helyszínen kísérte figyelemmel. A diktátort idézve az állami hírügynökség arról számolt be, hogy Pyongyang nem kíván az atomprogramjáról, valamint a ballisztikus rakéta kísérletekről tárgyalásokba bocsátkozni. Kim Jong-un úgy fogalmazott, a hét elején fellőtt interkontinentális rakéta a Jenkiknek függetlenség napja alkalmából adott ajándékcsomag volt. Válaszul az északi a provokációjára, Washington és Szöul közös hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea partjainál. A műveletben amerikai és dél-koreai rakétarendszereket teszteltek. A gyakorlat kapcsán kiadott közlemény kiemelte, ezek olyan rakéták, amelyeket gyorsan be lehet vetni, nagy pontosságú csapásokat képesek végrehajtani Észak-Korea területén, az időjárási viszonyoktól függetlenül. Az Egyesült Államok és Dél-Korea közös rakétatesztje azt fejezi ki, hogy mindkét ország határozottan elítéli az észak-koreai provokációkat, fogalmazott a dél-koreai hadsereg szóvivője. Várhatóan a G20-as csoport hétvégén kezdődő kétnapos tanácskozásán is fontos napirendi pont lesz az, hogy miként lehetne megzabolázni Pyongyang fegyverkezését. Washington pedig kezdeményezte az ENSZ biztonsági tanács ülésének összehívását is Pyongyang rakéta kísérlete miatt. A zárt ajtók mögött folyó tanácskozást az is indokoltá teszi, hogy Észak-Korea a kísérlettel ismét megsértette az országra kivetett ENSZ határozatokat. Az ülés előtt Peking ismét a felfokozott indulatok hűtésére szólította fel a konfliktusban szemben álló valamennyi félt, de Észak-Korea legszorosabb szövetségese Kim Jong-unnak is üzent. Kína ellenzi azt, hogy Észak-Korea megsérti az ENSZ vonatkozó rendelkezéseit, és felszólítjuk Pyongyangt, hogy tartózkodjon hasonló lépésektől. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy Peking és Moszkva napokban közös nyilatkozatban szólította fel Észak-Koreát, hogy azt tanúsítson önmérsékletet, nyilatkozta az ország külügyi szóvivője. Elemzők ugyanakkor kiemelték, a legújabb fejlemények egyúttal azt is jelzik, hogy Észak-Korea képes lehet tömegpusztító fegyvert célba juttatni az Egyesült Államok területén, legalábbis Alaszka állam elérhetővé vált számukra. A felfokozott indulatokat aligha fogja hűteni az, hogy Dél-Korea szerdán egy olyan videószimulációt tett közzé, amelyben az északiak elleni támadást mutatják be. A számítógéppel készült, illusztrációnak szánt képsorokon egyebek mellett olyan jelenet is látható, amelyen a déli haderő rakétákkal támadja meg az északiakat Pyongyangban. Hasonló videószimulációkkal eddig főként Pyongyang örvendeztette meg a világot. Észak-Korea többször is készített már képsorokat arról, hogy például Washingtont lángba borítják az ország nukleáris töltetei. Német hatóságok szerint közel 700 potenciális terrorista tartózkodik jelenleg az országban, erről számolt be a helyi belügyminiszter. Thomas de Maizière keményebb hatósági fellépést és megerősített biztonsági intézkedéseket ígért egy biztonsági konferencián. A német belföldi hírszerző ügynökség jelentése megdöbbentő számokat tartalmaz. Becsléseik szerint közel 25 ezer iszlamista él ma Németországban, köztük mintegy 10 ezer szalafista, számuk pedig növekvő tendenciát mutat. A beszámoló arra is kitér, az elmúlt két évben a menekült hullámban több száz iszlamista érkezhetett az országba. 8000 erőszakos tüntetőre számítanak a hétvégi G20-ak találkozója alatt Hamburgban. A helyi rendőrség rengeteg olyan tárgyat foglalt le, amellyel támadásokat lehetett volna véghez vinni. Attól tartanak azonban, hogy a globalizáció ellenes demonstrálóknak még mindig vannak fegyvereik.
Vízágyúval oszlatják a rendőrök a tüntetőket Hamburg belvárosában. A globalizáció ellenes demonstrálók azt szeretnék, engedjék meg nekik, hogy a hétvégi G20-as csúcs találkozó alatt letáborozzanak a belvárosban. A napok óta tartó megmozdulások során a rendőrök és a tüntetők többször összecsaptak egymással. A hatóságok számolnak további rendbontásokkal is. A belügyminiszter szerint 8000 tüntető készülhet erőszakos eszközök használatára. A békés tüntetésekkel nincs baj, és engedélyezettek a demokráciánkban. Erőszakos tiltakozások tartása azonban nem tartozik az alapvető szabadságjogok alkotmányban lefektetett értékeihez, ezért az ilyesmit meg fogjuk akadályozni, mondta a német belügyminiszter. A július 7 és 8 között tartandó G20-ak találkozójára mintegy 20 ezer rendőrt mozgósítanak majd. A miniszter kiemelte, a tüntetők nem tudhatnak arról, hogy a városba érkező államfők hol és mikor találkoznak egymással. Kések, baseballütők és pirotechnikai eszközök, ilyen és ehhez hasonló veszélyes eszközöket kobzott el a rendőrség Hamburg szerte. A rendőrség azt mondja, a tüntetők akarták használni ezeket. Közérdek, hogy megmutassuk ezeket az eszközöket, mert azt gondoljuk, hogy elég jól mutatják, milyen támadások lehetnek valószínűek, sőt, még több hasonló erőszakos cselekményt tervezhetnek olyan tárgyakkal, amelyek még mindig a militánsok kezében vannak, mondta a helyi rendőrség vezetője. Németország második legnagyobb városába pénteken érkezik majd a világ 20 gazdaságilag legfejlettebb országának vezetője. Moszkvából Berlinbe érkezett a kínai elnök. Xi Jinping Angela Merkellel és a német elnökkel is találkozott, valamint több egyeztetést is tart az ország vezetőivel. A kínai elnök egyébként a G20-ak csoport hétvégén kezdődő csúcs találkozója előtt érkezett a német fővárosba, ahol a két ország közötti gazdasági kapcsolatok további erősítéséről beszélt. Kedd este Berlinbe érkezett Xi Jinping, a G20-ak csoport pénteken kezdődő kétnapos csúcs találkozója előkészítéseként. Ez egy remek lehetőség arra, hogy kiterjesszük a stratégiai kapcsolatrendszerünket. Örömmel látjuk vendégül önt ebben az időszakban, amikor a világ szinte minden pontján óriási feszültségeket látunk. Kína és Németország közösen sokat tehet ezeknek a nyugtalanságoknak a feloldásáért, nyilatkozta a német kancellár. A kínai elnök pedig kiemelte, Peking és az Európai Unió kapcsolata egyre fontosabbá válik. Véleménye szerint a gazdasági globalizáció most útelágazás elé érkezett, és mint mondta, bízik abban, hogy Kína és Németország részvételével a folyamat erőteljesebbé, fenntarthatóbbá válik, olyan módon, hogy abban minden ország be tudjon kapcsolódni és profitálhasson is abból. Elemzők kiemelik, a német és a kínai gazdaság kapacitásai nagyban kiegészítik egymást, ezért jelentős kölcsönös függőség alakult ki a két ország között. 2016-ban már több mint 150 milliárd dollár értékben bonyolított le kereskedelmi forgalmat egymás közt Peking és Berlin. Ez a szám egyúttal azt is jelentette, hogy történelme során először Kína lett Németország legfontosabb kereskedelmi partnere. Xi Jinping egyébként Moszkvából érkezett Berlinbe. Az orosz-kínai kapcsolatok fontosságát jól mutatja, hogy a kínai elnök idén harmadszor találkozott Vladimir Putyinnal. A találkozót követően mind a két vezető arról beszélt, Moszkva és Peking kapcsolata még soha nem volt ilyen jó állapotban. A találkozót követően bejelentették azt is, hogy a Gazprom 2019. decemberében indítja meg a gázszállítást a 3000 km hosszú Szibéria ereje nevű gázvezetéken, amelynek építési munkálatai 2015. szeptemberében indultak meg. Most első ízben látogatott el indiai kormányfő Izraelbe. Narendra Modi az utazás kapcsán arról beszélt, a látogatás a két ország erős és rugalmas partneri viszonyát fejezi ki. Modi Jeruzsálemben több izraeli vezetővel is tárgyalt, valamint a Yad Vashem Holocaust Múzeumba is ellátogatott. A két ország 25 éve vette fel egymással a diplomáciai kapcsolatokat, de mindeddig indiai miniszterelnök nem járt a közel-keleti országban. Elemzők szerint elsősorban azért, mert Indiában tartottak egy ilyen látogatásnak az arab világra és saját muzulmán kisebbségükre gyakorolt hatásától. Amerikaiak milliói ünnepelték a július 4-i függetlenség napját. Ilyenkor Amerika szerte felvonulásokat szerveznek, végül pedig óriási tűzi játék zárja az ünnepséget. A 72. hotdogot tömi szájába az utolsó másodpercekben ez a férfi. A hotdogevő verseny 10-szeres bajnoka 10 perc alatt gyűrte le a rekord mennyiségű virslis szendvicset. A hotdogevő verseny ikonikus július 4-i program az Egyesült Államokban.
Ünnepelnek ilyenkor egész Amerikában. 1776. július 4-ére emlékeznek, amikor az amerikai gyarmatok nyilatkozatban kiáltották ki függetlenségüket a britektől. Az azóta is meghatározó függetlenségi nyilatkozat olyan alapvető értékeket deklarál, mint az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jog. Az egész országban felvonulásokat szerveznek, sokan ilyenkor grilleznek, horgászni mennek vagy kitelepülnek a helyi parkokba. Azerbajdzsánból menekültünk el a vallási háborúk elől. Amerikába jöttünk és itt telepettünk le. Hálásak vagyunk mindenért, mondja ez az örmény férfi. Tegyük újra nagyjá Amerikát. Ismerős sorok zendültek fel a washingtoni Kennedy központban, ahol Donald Trump veterán katonákat látott vendégül az ünnepen. Tonight we celebrate veterans. Ma este a veteránokat ünnepeljük, és megemlékezünk mindenről, amiért hálásak vagyunk amerikaiként. Szeretjük az országunkat, szeretjük a családjainkat, a szabadságunkat, és szeretjük Istenünket. Kezdte beszédét az elnök, majd a vallásszabadság fontosságáról beszélt. A vallásszabadságra nézve az egyik legszörnyűbb veszélyt a terrorizmus, a radikális iszlamista terrorizmus jelenti, tette hozzá. Az ünnepnap elmaradhatatlan része a tűzi játék. A washingtoni National Mall nemzeti parkban hatalmas tömeg követte a műsort. Az előadás elképesztő, a világért sem hagynám ki. Hihetetlen, gyönyörű az idő, jó a zene, jó a társaság. Nézze ezt a tűzi játékot, fantasztikus. Lelkendezik ez a washingtoni férfi. A műsor fénypontjaként Yolanda Adams híres gospel énekes adta elő az ikonikus Isten áldja Amerikát című dalt. Színes papírból készült fegyverekből nyílt művészeti kiállítás Pekingben. A látványos és egyben elgondolkodtató tárlat július 20-áig tekinthető meg a kínai fővárosban. Virágok óceánja címmel nyílt művészeti kiállítás Pekingben. A bemutatott műalkotások színes papír harmonikából készült fegyverek és töltények. Azért készítettem ezeket, mert a világban fegyverkezési verseny, háború és félelem van. Kíváncsi vagyok, hogy ezek hatására az emberek elhagyják erőgeszméiket, hogy valódi békére törekedjenek, mondta a művész. Mint mondta, azt szerette volna szemléltetni, hogy az ellenségeskedést barátsággá lehet formálni. A megnyitó napján 300 látogató érkezett a kiállításra. A papírból háromdimenziós alkotást teremt a fegyverekkel, színeket és szépséget fejez ki. Széppé akarja változtatni a háború szimbólumait, de a valódi jelentést mindenkinek magának kell megtalálnia, mondta ez a nő. A tárlatban mintegy 2000 fegyver található. Köztük az eredetileg szovjet gyártmányú AK-47-es gépkarabé papírváltozata is megtekinthető. A gyilkolás eszközeiből játék és virág lesz, ami nagyon szélsőséges kontrasztot jelent. Mélyen elgondolkodtatja az embert békéről, háborúról, életről és halálról, mondta ez a férfi. A látogatók között nem csak felnőttek voltak. A gyerekek nagy érdeklődéssel forgatták kezükben a színes papírfegyvereket. Nagyon klasszak ezek a töltények, rugalmasnak tűnnek. Ha ki vannak hajtogatva, úgy néznek ki, mint egy szobor, de valójában papírból készülnek, mondta egy 7 éves kislány. A tárlat 2012-ben már nagy sikert aratott az ausztráliai Sydney-ben. A kínai fővárosban most először tekinthető meg ilyen sok darabja. Újabb 4 évig biztosan a Barcelonánál marad Lionel Messi. A spanyol játékos 2021-ig írt alá szerződés hosszabbítást a csapattal, jelentette be a katalán klub. Messi egyelőre NASZ útját tölti, de amint hazaért, a papírokat is aláírja. Az argentin focista 2004-ben mutatkozott be, azóta a Barcelonánál játszik. A sajtóban megjelent hírek szerint a hosszabbítás után akár 300 millió eurót is elérheti a focista kivásárlási ára. Önök a világhírodót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!